Sziasztok! Tehél és Zsuzsa vagyunk, és elérkeztünk egy újabb videóhoz, ami nem más, mint mi van a telefonomban. Most kaptam ezt a csodálatos új iPhone-t, a szülinapomra vettem magam, amivel már régóta nagyon-nagyon szerettem volna egy ilyen telefont. Úgyhogy nem is húzom tovább az intrót, kezdjünk is benne. Hát, a legelső dolog, ami meg fog jelenni majd, az a záróképernyőm, ami nem más, mint Budapest. Benne is vagyunk, az ásoldalomon, és igen, az applikációk, amik benne vannak, az a naptár, a fotó, a fényképezőgép és az óra. Ott az alsó részben vannak az ilyen pontosabb dolgok, például mint a telefon, a Safari, a iMessage és a Spotify, amik így napi szinten majdnem mindig szoktam használni. A következő oldalomon a mappa rész lett van, ilyen csak egy csomó mappa, amiket hogy így az applikációkat majd simán el tudom rendezni. Úgyhogy van az Apple mappa, amiben itt egy olyan csomó minden Apple dolog van, például a FaceTime, az iTunes, az iMovie, még mi. Igen. Ilyen sima kis cuccok. Még a telefonnal jöttek, nem töltöttem le semmit, és akkor így beniraktam mint egy mappába. Úgyhogy ja, a beállítások is ott vannak. Úgyhogy egy sima ilyen kis fontos telefonhoz használó applikációk vannak benne. A következő mappa az a utilities, amiket egyáltalán szerintem sosem fogok használni, kivéve a kontaktokat, például ha onnan be fogom rakni majd valakinek a telefonszám, és akkor úgy beszélgethetünk, de azon kívül nem fogom használni, mert vannak ilyen, hogy stocks, amiket nem fogok használni, mert már van más bankos ügyem, és ez csak ilyen pénz, vagy mit tudom én mi, nem fogom használni, úgyhogy ez ott benne van, még van olyan, hogy mérni lehet azzal, amiket én őszintén soha nem fogok használni, meg iránytű, amit oké, lehet, hogy vagány, meg minden, de én nem értem benne a logikáját, főleg, hogyha már rajta van egy ilyen térképes applikáció, amin láthatod, hogy merre, mikor, hová lehet menni, mennyi a távolság, nem az, hogy ez most észak, az dél, az stb. A következő mappa az a utilities, a productivity, amiben ilyen sima kis emlékeztetők vannak, meg tippek, milyenféle tippek, nem tudom, mert nem használtam még, és nem is nyitottam ki, és akkor van a notes, amiben ilyen kis üzeneteket, meg nem tudom, miket meg lehet írni, például egy este nagyon-nagyon unatkoztam, és akkor így beírtam, hogy jövőbeli gyerekeimnek milyen nevük legyen. És akkor van egy csomó fiú név, meg lány név, és akkor majd ott, nem tudom, csak így unatkoztam, és gondoltam, hogy ez egy kis cuki ötlet, és akkor megteszem. Remélem, hogy nem vagyok az egyetlen ilyen ember, úgyhogy ha nektek is van ilyen, akkor írjátok meg ott lent a kommentben, mert nagyon kíváncsi vagyok. Aztán van az utazási mappa, amiben benne van az időjárás, a Find My iPhone, aztán meg a az időjárás, a térkép is van, My iPhone van benne. Ennyi. A következő mappa az iskola mappa, amiben benne van az Omnivox, az ilyen iskolai e-mail van benne, meg tanárinfó, információ például, hogy e-mail, stb. Aztán jegyeket odarakják, feladatokat is odarakják,
Szóval van a Babbel, ami ilyen nyelvet segít tanítani, én most a spanyol tanulom, úgyhogy ha nem értek valamit, akkor oda beírom, és akkor így lefordítja, meg van a fordító és a sima Google fordító, amit nem használok annyira, mint a másikat. Aztán van a sima számológép, ami szerintem egyértelmű, hogy miért van ott, akkor is, ha nem tanulok idén matekot, szerencsére. Van a Teams. Van a Teams, ami egy ilyen olyan, mint a Zoom, de nem az. Ott is néha fel tudnak rakni a tanárok ilyen feladatokat, meg stb. Ilyen Microsoft-tal működik, és simán a Gmail, mert egyértelmű szerintem. Akkor a következő naptár az a ilyen egészségügyi naptár, amivel benne van a menstruációs naptárom, meg a torna rutinom, amit nagyon-nagyon szeretek, mert ilyen egy csomó torna rutin van benne, van program is, amit lehet rajta csinálni, és mindig, amikor így belényítsz, akkor egy ilyen motiválós idézet van odarakva, és azokat nagyon-nagyon szeretem. Nagyon édesek is szerintem, úgyhogy, ja. És az Apple-el jött az ilyen health, ami számolja, hogy hány lépéseket szoktál tenni naponta, úgyhogy meg ilyesmi. A következő mappa az a pénzes mappa, amiben benne van a Starbucks, hogy így Starbucks, hogy majd tudok kapni ilyen pontokat, ha majd ott vásárolok. A sima pénztárca, amiben benne van a kártya, ha használod. Én nem igazán szoktam használni a kártyámat a telefonomon, mert tudom, hogyha rárakom, és a telefonom az mindig velem van, és bárhová megy, akkor csak úgy elköltöm a pénzemet, amire igazából nincsen most szükségem, hogy pénzet költsek, úgyhogy az nincsen rajta. Aztán van a sima bankom, ott majd látok majd, mikor kapok pénzt, kitől, hogy, ilyen sima kis dolgok. Van a Shein, amiket sokra át szoktam általában rendelni, és akkor néha van csak így átnézem gyorsan, hogy mi van, mi nincs, mi az, ami trendi most. És akkor csak így még használom, hogy pontokat gyűjtsek, mert pontokkal azokkal leszállítást lehet kapni majd a ruhákról. És van a Tim Hortons. Van a Tim Hortons, ami egy hasonlít a Starbuckshoz, csak ilyen inkább kanadai féle. Igen, és azokat is pontokra szoktam használni, hogy megkapja ki ingyen kávét, vagy ingyen bármit. A következő mappa az nem más, mint a játékos mappa, amivel benne van a Candy Crush, ami szerintem egyértelmű, az egyik kedvenc játékom. Benne van a Mario Kart, amit így a húgommal és a szapukámmal szoktam használni, és így együtt játszunk azon. Van a körmös, ilyen körmöket lehet csinálni másoknak, meg nem tudom, én nagyon-nagyon-nagyon élvezem. És akkor van My House, ami így hasonlít egy kicsit a Candy Crushhoz, hogy pénzt kapjál ahhoz, hogy vagy fel tudjál újítani egy házat, vagy nem tudom, csak ilyen kis játék, azt is nagyon-nagyon szeretem. Szerintem az is a Candy Crush és a Mario Kart kedvencem. És akkor van ez a kis zenés applikáció, hogy is zenéket lehet készíteni, amit én nagyon-nagyon-nagyon szeretek. És ennyi volt ez a második oldal. A harmadik az nem más, mint a média oldal, ahol rajta van a Snapchat-em, van a YOLO, aki nem ismeri a YOLO-t, az ilyen felrakod például a sztoridban a Snapchat-re, és akkor így emberek írhatnak, de te nem tudod, hogy kitől van, amit én azt nagyon szeretem azt a részt, hogy nem látod, hogy kitől van, és akkor csak így kérdéseket kérdeznek, vagy amit mondanak, nem tudom. Van
nem más, mint az Instagram, ha nem követtek, akkor kövessetek be, ott lent van a leírásban a link. De, ja, úgyhogy az Insta szerintem az egyértelmű. Aztán van a Messenger és a Facebook, ami szerintem is egyértelmű. Például a Facebookot azért nem szoktam annyira nagyon használni, csak akkor, ha látom, hogy valaki oda akar az időfonalomra egy képet vagy egy videót rakni, és akkor vagy születésnapokra üzenetek, meg ilyesmi. Benne van a TikTok, ami szerintem is egyértelmű, mindenki most már használja azt is, ha nem követtek a TikTokon, ott nem lesz a leírásban, úgyhogy azt is kövessétek, mert szerintem eléggé érdekes videók vannak rajta. A következő az a Pinterest, amit én őszintén nagyon-nagyon szeretek, így csak képeket nézni, meg ilyen ötleteket adnak, nem tudom, csak olyan vagányos. A hátsó képernyőm is, a záró képernyőm is, nek a képe az mind Pinterestről van. Úgyhogy igen. És van a Visco, ott is, ha nem követtek, akkor simán bekövethettek, szerintem Visco is valak követni titeket, de az ilyen fénykép szerkesztői applikáció, hogy képeket meg tudod szerkeszteni, ahogy szeretnéd, meg ilyenek, és akkor felrakod a Visco-ra. És aztán van még itt egy videómap, ami a Google Photos, a TV2 applikáció, hogy majd tudjak szavazni a kedvenc énekesemre, például a Star of Star-ban. Például idén most a Tóth Andi és a Szabó Ádám a kedvenceim, úgyhogy rájuk szavazok. És nem más, mint a YouTube, ami szerintem egyértelmű, mivel YouTube-ra is készítek videókat. A következő oldal, az is csak egy ilyen sima widgeteg, meg szerettem volna mutatni, az itt a szunokatestvéremmel, meg a húgommal, a barátnőimmel vagyunk rajta. És igen, ennyi volt az egész videó. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, nyomjátok meg a csengőt, és lájkoljátok a videót, majd a következőbe találkozunk.